Miközben Dubaj belvárosában hatalmas LED falakon hirdették, hogy az opera társulata érkezik a városba, a balettművészek a reptéren várták az Egyesült Arab Emírségekbe tartó gépük indulását. Egy nagyon izgalmas kalandba vágunk bele így a Magyar Nemzeti Balettel. Nagyon jó felkészült együttessel megyünk bemutatkozni. Egy teljes hattyúktovát fogunk bemutatni, ami egy óriási produkció. Ugye hát hivatalosan három, de gyakorlatilag ugye ez négy felvonást tömörít egybe ez a darab. Izgalmas szerintem lesz. A Magyar Nemzeti Balettel stábunk is együtt utazott, az Opera Café ugyanis egy héten keresztül végigkövette az együttes turnéját, így a következő adásainkban megmutatunk Önöknek minden fontos részletet, ami Dubajban történt. A felkészüléstől az előadáson át. Sziasztok! Itt van a Rollbar. Az a második felvonás a jelmezen. A zenén. Ugyanúgy, ahogy a balerinának, nekem is két különböző karaktert kell megformálnom. Az egyik a fehér hattyú szólója, a másik pedig a fekete hattyú szólója. És a koreográfián keresztül tárul Önök elé is az a magas színvonalú és különleges világ, amit Dubajban teremtettek meg az operások. Most ízelítőnek ennyit, de jövő héttől kezdve adásunkban két részben láthatják a Dubaj turné legfontosabb pillanatait, a riportokból pedig film készül, amelyet teljes hosszában online nézhetnek majd meg októbertől az Opera közösségi oldalain.